Egy vakcina, egy injekciós tű és egy fertőtlenítő spré. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy megakadályozzuk az influenza járvány tömegessé válását, de a lakosság jelentős része már csak akkor szállja el magát az oltás felvételére, amikor már berobban a járvány. Meséli újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, aki szerint a koronavírust is beleszámolva három különböző vírus jelenléte fenyeget bennünket. Én magam is már találkoztam típusos influenzás beteggel. Ilyen értelemben sajnos ezzel számolni kell, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert itt most ez a két vírus együtt, de még mondok egy harmadik kórokozót is, egy vírust, az úgy nevezik, hogy RSV vírus, ami egy különleges, és a gyerekeket érintő, és a nagyon pici gyerekeket életveszélybe is sodorható respiratórikus szinticiálvírus is itt van. És ez nem szokott korábban ilyen tömegeket érinteni, tehát itt ezek egymással kombinálódva, vagy egymás mellett fertőződve bizony-bizony nagyon súlyos helyzeteket teremthetnek. A gyermekgyógyász félrevezetőnek tartja azokat a felhívásokat, amelyek elsősorban az idősebb generáció veszélyeztetettségét hangsúlyozzák. Szerinte sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelni a legfiatalabbak és a kismamák oltására. Van egy nagy tévedés, ugye állandóan az sugalja a média meg a híradások, hogy krónikus betegek, idősek, időskorosztály, és én gyermekorvosként a következőt mondom én majdnem, hogy kötelezővé tenném, de nem tehetem, hogy a gyerekeket olcsuk, mert valójában a gyerekek tartják fenn a járványt. A gyerekek között robban a járvány mindig. Most, hogyha azokat megfogjuk, akkor gyakorlatilag nem söpör olyan tömegeket, nem, nem károsít olyan tömegeket. Tehát itt az egész populációt meg kell szélozni, és még van egy-két korosztály vagy probléma, ami teljesen kiesik a képből. Terhes mamák. Terhes mamák. Korábban voltak olyan, meg mind a, 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 az influenza vírus, ha... Halálozással jár, majdnem kizárólag a terhes mamákat érinti. Ahhoz, hogy a szervezet ellenállóvá váljon az influenza vírussal szemben, körülbelül három hétre van szüksége az immunrendszerünknek, az oltástól számítva. És mivel az influenza várhatóan januárban fog berobbanni, érdemes mielőbb felkeresni a házi orvost. A főorvos arra a kérdésre, hogy a koronavírus és az influenza elleni oltást szabad-e egyszerre felvenni, azt mondta, nincs olyan szabály, ami szerint nem lehet egyidejűleg beadni őket, de tanácsos várni két hetet a két oltás között. Az influenza oltásból éves szinten 1,3 millió darab vakcina áll rendelkezésre, amelyeket évente egyszer elégséges beadatni.